Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Ákos a mai beszélgető társam, és kötelességem elmondani a hallgatóknak, hogy amikor mi beszélgetünk, akkor szeptember 28-a van, és azt el lehet mondani, hogy este 10 óra is elmúlt, amikor mi elkezdünk beszélgetni? Hát nem tudom, a feleségem is hallgatja az adást, nem tudom. Tehát mi most egy nappal vagyunk a karcolatok újra kiadása előtt. Igen. És pontosan egy hónappal vagyunk az opera koncert előtt. Igen, te mindent tudsz. Hát figyelj, olvasom a Facebookot, mint egyetlen hírforrást, hiteles hírforrást. Hát annak is csak az a része hiteles, amit én írok. Na hát erre gondoltam én is. Én csak azt tudom, mert más ismerősöm nincs is. Csak ciget látlak. Elhittünk. Néha hazudok. Na, és ez azért érdekes, mert amikor ezt a hallgatók hallják, addigra már nyilvánvalóan ebből a... Hogy megjelent addigra a lemez. És már nem is lehet kapni biztosan. Hát azt nem tudom, azért még lehet kapni. Na most remélem jól látják a hallgatók, igen, hogy a kezünkben itt van az új kiadvány. Ez a Karcolatok 1993. március 23-án látott napvilágot. Ez volt életem első szóló lemeze. Ebből is következik, hogy 30 esztendeje vagyok szólista, 35 éve zenélek, és 30 esztendeje vagyok szólista. Ennek örömére megjelentettük újra az egykori lemez anyagát dupla LP-n, korlátozott példányszámban. Bocsánat, csak egy kérdés hadd vessek közbe, hogy ez annak idején volt LP-n? Igen, ez volt az utolsó olyan első szólókiadványom, és utolsó olyan szólókiadványom, ami LP-n is megjelent, de ez egy szimpla LP volt. Igen. Ezen a dupla korongon szerepel az eredeti anyag, ugyanabban az elosztásban. De várj, úgy az eredeti anyag, hogy tényleg az eredeti? Nem, hát újra mertük, meg az eredeti dalok. Igen. Az eredeti dalok, igen, és az eredeti felvételből kiindulva mai ésszel csináltunk egy mastert, és van egy C és D oldal is, ugye még egy korong, a puszta látvány, hogy A, B oldal, meg ilyeneket lehet olvasni a hátoldalon. A C oldalon azok a dalok szerepelnek, amelyek a korabeli angol nyelvű So Much Larger című albumon is szerepeltek, illetve a Menekülj című bónusz dal, amit az akkor új formátumnak számító CD-n bónusz trackként adtunk közre. Le tudta játszani a CD-t, de menő akkor volt. Akkor az volt a menőség, hogy a CD-t még népszerűsíteni kellett. Igen. A hagyományosnak szállító kazetta, meg kazettán is megjelent, kazetta, igen, és LP formátumok mellett, és ezért úgynevezett bónusz dalt, vagy bónusz trackket tettek rá az előadók. Ezzel ösztönözték a vásárlókat, hogy inkább a CD, igen, formátumot, hát próbálták, mert hogy azon, igen, van több. Meg hogy ez egy új dolog, és akkor e felé terjedtek az embereket. Na ez a extra dolog, ennek is rajta van a C oldalon. A D oldalon pedig a lemezen szereplő eredeti dalok későbbi feldolgozásai szerepelnek, olyanok, mint a Girl in the Cafe 2013-ból. Ezért minden titkot ne áruljunk el. Szóval most nagyon büszke vagyok erre a kiadványra. Ráadásul az eredeti fotóanyagot is előtúrtuk, és csináltunk ilyen volt, ilyen lett típusú fotókat, a before és after képek. És hát nem lehet megmondani egyébként, hogy melyik. Hát azért eléggé lehet mondani, mert azért itt a T55-ös lánctalp azért átment a művész úrnak az orcázatán, de jó látni ezt, hogy tudod, igazán azt szeretném elmondani, az ebben az érdekes, hogy ebben a műfajban azért ez egy pillanatra szóló műfaj. Ebben a műfajban ilyen hosszú ideig megtartja a közönség az embert a kegyelmében, akkor az egy nyugodtan lehet hálásnak lenni. És én hálás is vagyok, és nagyon örülök annak, hogy ilyen esélyeket kap az ember, hogy 30 év után újra elővehet egy ilyen régi felvételt, és akkor újra kiadhatja, és ma is van rá érdeklődéset, elképesztő elővételt produkált a lemez, és a rádióhallgatók számára múlt pénteki, számunkra meg holnapi megjelenéstől számítva, hát nem tudom, hogy meddig lehet, most lehet ezt majd boltba is kapni, azon kevés kiadványaink egyik a korlátozott példányszámban megjelenő LP-k sorozatában, amely normális boltokban is kapható lesz, nem csak a mi webáruházunkban. De milyen boltokban? Hát amikor ez 30 éve megjelent, akkor még voltak lemezboltok. Igen, most már tulajdonképpen egy hálózat van. Igen, ma már csak van a kisebb. Nem mutatjuk be, de hogy... Igen, van kisebb lemezkuckók, meg van egy nagy hálózat, ahol porszívók és turbizgépek mellett például Ákos LP-t is lehet kapni. És
Hát igazából az én nagy ambícióm az lenne, de hát sajnos az operaházi dupla koncertünkig október 28-29-ig már nem lesz erre időm, ha egy úgynevezett ilyen hallgatóbulit, listening party-nak hívják ezt a műveltebbek, ilyen hallgatóbulin áthallgathatnánk a lemezt a közönség egy zártabb körben. Ez régi ambícióm, minden lemezemnél felvetődik, de még egyszer se tudtam igazából ezt megvalósítani. Annál is inkább, mert ez most már sokadik darab a jubilami újrakiadások sorozatában, mindegyikből dupla LP lett. Korábban olyan lemezeket adtunk ebben a sorozatban, amelyek nem láttak LP formátumot. Ilyen volt a még közelebb, a 2006-os lemezem, a 15. évfordulóján kapott LP kiadást. Megjelent az új törvény, az 2002-es, az a 20. évfordulóra, 10. évfordulóra jelent meg a 2084, a szint is lemeznek az anyaga, és jó, ugye ezekre rengeteg extrát is fel tud présülni az ember, mert az újkori lemezek 12-13 száma átlap a három oldalra osztható el, ugye egy lejátszási határérték van, és a D oldalra rátehet az ember olyan extra remixeket, olyan változatokat, amelyeket korábban csak ilyen Foxy Maxikon lehetett elérni, Foxy, ugye? Az ilyen kisebb példányszámú, ugye? És így eljut olyan emberekhez is, akik mondjuk ezt a formátumot, amit köznyelven, ugye bakelitnek hívnak, ami helytelen kifejezés, de mégis mindenki így hívja. Tehát soha ilyen formátumon nem voltak elérhető. Ákostól lenyúltam a Karcolatok dupla albumot, mert te nyújtottad a kezembe, köszönöm szépen. Ja, hogy úgy érzed, hogy ezt most már nem fogod visszanyújtani? De, visszaadom. Szívesen itt hagyom, és akkor sorsolt ki a hallgatók között. Nem, csak azért szerettem volna megnézni, hogy például, amit mondtál, hogy készítettél, ilyen volt és ilyen lett fotókat. És nem emlékeztem én arra, hogy az eredeti Karcolatok albumon rajtad kívül volt-e másról fotó, hiszen már akkor is volt melletted egy segítő zenekar, vagy segítő zenészek, meg most is. A borítóban nem nagyon voltak fotók. Nem. Aha. Tehát először is egy nagyon egyszerű kiadvány volt, egy egyszerű tasak volt, ugye az elején ilyen csíkok, fotócsíkokból összeállított montázs volt, és a hátán volt egy Jan Hnisdo nevű, emlékeim szerint japán fotósnak egy nagy alakú polaroid képének egy reprodukciója, és hát ezt a fotóanyagot aktualizáltuk, megjelenítettük a régit is, meg a hasonló pozícióban lefényképeztük a művész úrt, mint fény visszaverő felületet. De te 93-ban tudtad, hogy ezeket a fotókat archiválni kell, tehát elraktad azokat, mert most nyilván az eredeti borítóról nem lehet kifotózni, az nem az a minőség, tehát valahogy meg kellett lenni az eredeti, nem tudom, negatívnak, vagy nem tudom, mit mondanak róla, vagy erről. Igen, itt először is arról van szó, hogy én pszichotikus jegyeket mutatok ettéren, mert én állandóan archiválok mindent. Nem azért, hogy majd 30 év múlva lehessen kiadni, mert ezt senki nem tudja előre, hanem egyszerűen ragaszkodom ezekhez az emlékekhez, másrészt pedig Fehér Bertalan, Fehér Berci barátom, aki az eredeti képeket fotózta, ő megőrizte például a negatívokat. Jan Hnisdónak a képe pedig máig megvan nálam. Ez egy nagyon különleges esemény volt 93-ban, azt hiszem, hogy 20 prominens magyart fotózott le, egy hatalmas, nagy alakú polaroid géppel, talán nem itt reklám, ha kimondjuk a cégnek a nevét. Ugye ez az, ami azonnal az emulzió, na, tehát tudjuk, mindenki látott már ilyen kisebb masinát. Na, ez nem kellett hozzá sötét szoba. Nem kellett hozzá sötét szoba, igen, tehát ez egy hagyományos fotóeljárással, de az általuk szabadalmaztatott módszerrel készült, de nem az a kis kézi készülékkel készült polaroid kép, hanem ez egy hatalmas, azt hiszem, hogy 1 méterszer 50 centis nagy alakú képet csinál, ami instant, vagy egy kisvártatva megjelent a fotópapíron, és ez egy valami nagyon drága, meg különleges készülék volt, és ezzel járta itt, nem tudom, hogy a térséget, vagy csak Magyarországra jötte, és azt hiszem, hogy 20-unkat, talán lehet, hogy rosszul emlékszem, nem vagyok 100%-ig biztos ebbe, de én köztük lehettem, és én megkaptam ezt a képet. Tehát ez máig nekem el van téve a sufniba, a többi archív anyag közé, tehát amikor a borító hátoldalán szereplő gitárra támaszkodós képet elő kellett bányászni, akkor nem kellett korabeli negatívokat keresni, mert noha megtaláltam a korabeli repro diát is az archív cuccaim között, de megtaláltam az eredeti képet, ami... Milyen rend lehet? Kovácséknál otthon. Totál káosz van. Tehát egy kupacban vannak összehányva a fotók, de ez azért jó, mert valahányszor van régi fotók el, akkor fejest lehet ugrani ebbe a kis buduárba, ahol a fotók vannak, meg az anyagok, és mindig előről lehet kezdeni a
keresést. És általában úgyse azt találod meg, amit keresel, viszont egy csomó más dologra rálensz, amit meg tudsz használni. De annak idején a visszaszámlás könyvhöz is rengeteg fotót túrtam elő, ez a 5 évvel ezelőtt jelent meg, és hát ez egy ilyen vicces életrajzi képes könyv volt tulajdonképpen, akik ismerik a munkámat, azok tudják, hogy miről van szó. Sokszor az igazság, hogy a közönség kegyelméből van ilyen kerekéfordulókat, ugye megélünk ezen a kis területen, és akkor azok számára, akiket ez érdekel, én sok régi fotót elő szoktam túrni, Facebook bejegyzésekbe megjelentem őket, időnként nyomdai megjelenést is kapnak. Hát ez egy ilyen lemez az ennél nyilván sokkal komolyabb, mint egy egyszerű Facebook bejegyzés, de egy nagy emlék. És az az igazság, hogy engem az arhára, nem tudom, felvillanyoz, vagy lelkesít, hogy a régi felvételeket újra hallgatjuk, mai ésszel összekeverjük, optimalizáljuk erre a médiumra, és azért jó konstatálni, hogy 30 évvel ezelőtt is viszonylag tisztességes munkát végeztünk, vállalható, elővehető, leporolható, nem, hogy mondjam, nincs, tehát itt nagyon komoly muzsikusok dolgoztak ezen a lemezen. Hát én a szerzői munkát végeztem, de mondjuk László Attila gitáros nélkül soha nem lett volna ebből album, vagy Samu, vagy Dorosmai Péter barátaim nélkül, akik akkor szenior, tehát hozzám képest szenior zenészeknek számítottak, a szárnyuk, vagy hogy mondják, ezt a hónom alá nyúltak, meg a szárnyaik alá vettek, és hát most a készülő jubileumi 30 év című eladásra most már nem olyan nagy titok, hogy visszahívtam őket is. László Attila sajnos nem ért rá, mert ő a Charlie-val turnizik, tehát ő úgy szenior, hogy most is száguld, és a 75 éves Charlie-val folyamatosan színpadon van, úgyhogy nem ért rá, de Samu, most pont egy próbáról jövök, és nagyon lelkes vagyok, mert hát úgy hívjuk őket, az öregekkel, az őskőletekkel együtt muzsikálunk, és ugye nagyon rég nem zenéltünk együtt, de sok hosszú időn keresztül meg ott rohadoztunk a turnébuszban, meg rengeteg koncertet adtunk, és hogy úgy visszajönnek az emlékek. Tehát úgy megyünk el, a Samu 70 éves, Petikém sem fiatal már, és olyan csillogó szemmel megyünk el a próbáról, mint kölyök korunkban. Tehát egyszer jó együtt lenni, jó felidézni ezeket az emlékeket, utána még felhívjuk egymást, hogy fú, de jó volt újra játszani ezeket a régi dolgokat. Szóval remélem, hogy ez a lelkesedés ez egyrészt kitart a koncertig, másrészt meg a közönségre is átragasztható lesz, mert a operában egyébként az 16 perc alatt fogytak el a jegyek az első adásra, és viszonylag hamar a másodikra is, úgy október 28-án és 29-én játszhatunk a műintézményben, a Dalszínházban, ahol még én soha korábban nem játszottam, ami azért számomra is nagyon megtisztelő, hogy egy ilyen patinás műfajnak az otthonában játszhatunk. Elképesztően néz ki a felújított operaház, és azt is elmondhatom, hogy hát ez egy kevés olyan koncertezésre alkalmas helyszín van a fővárosban, de talán nem túlzás azt mondani, hogy országszerítésre, ahol én mondjuk nem játszottam volna, de ez egy ilyen hely. Kicsit előre szaladtál, mert erről majd később szeretnék. Én ilyen kis előre szaladós vagyok, Sabikám. Olyan monológot mondtál, hogy azon gondolgattam, hogy haza is mehetnék. De. Az igazság, hogy olyan cukin mosolyogtál végig, hogy de azt hittem, hogy tetszik. Na egyébként nagyon tetszik, csak kimondtál egy nevet, akire én visszautalnék. Fehér Bertalan nevét. Aki ugye tényleg a te fotósod volt, és emlékszem, te vele dolgoztál. Hát ő nagyon sok mindenki dolgozott. De közben igen, ő dolgozott, koncertfotókat is készített, persze. És pont jó néhány évvel ezelőtt volt egy kiállításra, amit nekem volt szerencsém megnyitni, és ott tényleg? Korabeli fotókat mutatott be. Na de hogy ez a 30 év, ez nem csak a formátumokat, nem csak a zenefelhasználási szokásokat változtatta meg, hanem Fehér Bertalan azóta a világot bejárta. Úgy van, egy komoly világutazó. És hihetetlen helyeken dolgozott, de akkor ezek szerint neki megvannak ezek az archív dolgok, tehát ő elrakta, tehát fel tudtad őt hívni, és elő tudta hozni neked ezeket a képeket. Mások is vannak ilyen mániákusok, akik a régi cuccokat nem dobálják el, és nagyon jó, hogy így van. És most itthon van egyébként? Nem, külföldön dolgozik. Nem most olyan könnyű vele kommunikálni, mert másik időzónában él. Igen. Na jó, hát ez csak egy ilyen zárójeles volt Fehér Berciről. De megyünk tovább, és a Karcolatok lemezről még egy kicsit beszélgetnék, és aztán térnék át. Ahogy neked jó, jó? De ahogy a hallgatók kibírják. Ők bírják. Garantálom. A Csabit. Hát egy kicsit téged is. Ákossal beszélgetek, és itt van a kezünkben, hát most közben visszaadtam. Na jó, tessék, nem, itt van, nem itt nyúlom hagyom. Le, nem nyúlom de le. De tiéd. Nem, legutóbb, amikor itt voltál,
nem legutóbb, hanem egyszer jöttél az új törvény albummal, akkor azt úgy nagyon pont akkor vettem lemezjátszót a fiamnak, és kikönyörögtem, hogy ezt hadd vigyem haza neki. Hagyom, hát de ilyen jó ízlésű, ilyen jó ízlésű műsorvezető, és ritkán találkozik az ember, hogy igazán fiam. Hát igen, én is rá gondoltam azért igazából. Na, szóval itt van ez a Karcolatok jubileumi újra kiadás, és az előbb már mondtad, hogy nem úgy, tehát a dalok ugyanazok, de a felvételek mégsem, tehát nem úgy szól, mint 30 évvel ezelőtt. Kellett-e bármit újra játszani, vagy csak újra kellett keverni a dalokat? A korábbi lemezeknél voltak komolyabb beavatkozások is, és volt olyan album is, amihez egyáltalán nem kellett nyúlni, csak minimálisan, kifejezetten az LP formátum korlátaiból következő változtatásokat kellett a masztere végrehajtani, mert azok nem LP-re készültek. Itt lényegében egy kis hangszín szabályzáson kívül nem történt semmi, tehát nincs újra játszott anyag rajta. Nem is lenne talán szerencsés egy 30. évfordulós újrakiadáson, hogyha ilyen beavatkozást eszközölnék az eredeti felvételekre, az eredeti masteren. Azért van D-oldal rajta, hogy azt be tudjuk mutatni, hogy ugyanezeket a dalokat ma mennyire másképpen játsszuk, vagy az azóta eltelt időben milyen más hangvételben is el lehetett játszani ugyanazokat a szerzeményeket, amelyek az eredeti felvételen szerepelt. De az eredeti felvétel minden egyes momentuma vállalható? Tehát nem egyszer sem szinszenté fel? Hát én így érzem, de miért van ez így? Azért, mert olyan komoly muzsikusok játszanak rajta, mint az már elmondottakon kívül, László Attilán, Dorozsmai Péteren, Fekete Tibor Somon kívül, mondjuk ifjabb Rátonyi Róbert billentyűzik rajta, akit nyilván László Attila hozott a projektbe, vagy a Kornél bergázik rajta. Maróti Zolinak a nevét annak idején nem lehetett a borítóra írni, mert az Ossian oszlopos tagja volt, és a rockgitár részeket ő játszotta fel, és félt, hogy az Ossian rajongók, nem tudom én, fizika inzultusban részesítik, a kiderül, hogy egy ilyen popper csávónak a lemezén dolgozik. Most már kiírtuk a nevét. Korábban ő Mazolként szerepelt ilyen művész néven. Igen, sokat gondolkodtunk, sok álmatlan éjszaka van ebben a névben, de most már kiírhat. Úgy gondolom, hogy ez most már nem okoz érdeksérelmet senki. Hát és azóta ő vezető tanár lett ugye a kőbányai zenei. Hát meg egy komoly, nagyon komoly muzsikus, persze. Ez egy dolog, hogy a zenészek már akkor is olyanok voltak melletted, akik téged arra sarkaltak, hogy ezt komolyan kell venni. És én arra nem emlékszem, és ezért megyek furán bele ebbe a kérdésbe, hogy amikor az első lemezed megjelent, ez a Karcolatok annak idején, akkor még létezett a Bonanza Banzai, nem? Igen, pontosan. Te tudtad, hogy vége lesz a Bonanza Banzainak? Vagy ennek a lemeznek a sikere hozta azt, hogy meg az, hogy egyáltalán dolgozhattál olyan profi zenészekkel, akik szobáltak veled, akikkel lehetett... Hát nem csak szobáltak velem, hanem partnerként kezeltek, tehát elfogadtak. Nézd, megjelentem a László Attilánál a Muszti Dobai gitáriskolából kinézett akkordokból összehegesztett dalaimmal, és hát a László Attila már akkor a jazz tanszakon a mester gitárosoknak volt a mentora. Tehát ő nekik mondta el, hogy egy-egy frazír, hogy nem is tudom, hogy miről beszélgettek, mert ott már mindenki mindent tud a zenéről, és mindenki minden hangot eljátszott már életében. És milyen jó fej, nem hajtott el. Egymilliószor, és nem azt mondta, hogy kis haver, ahogy így rád nézek, talán 20 vagy 200 év múlva megtanultál gitározni majd akkor, hanem látta, hogy jó, hát ez nem egy virtuóz kölyök, de valamit nagyon akar, meg ezek a dalok valamiről szólnak. És akkor ő fölöltöztette, gatyába rázta, zeneileg átsimította ezeket a nem, egyáltalán nem bonyolult szerkezetű szerzeményeket úgy, hogy pont úgy szólaltak meg, ahogy az én zenei ideájaim, ha tetszik, vagy előképeim szóltak. Hát akkor az első Susan Vega, a 85-ös Susan Vega lemezzel a hónom alatt mentem el hozzá, hogy ahogy a gitárok, az a csillingelés, az elképesztő megszólás, ahogy azon van, az például egy minta volt. Most az én szerzeményem... Érdekes, hogy egy 8 évvel korábbi lemezt vittél. Ma már bevinnél egy 8 évvel korábbi lemezt egy stúdióba, hogy olyan hangzást szeretnél. Hát ezt vitatnám. Ezt vitatnám. Amikor keverni kezdünk a Lepével, ő a szintén nagyon régi munkatársam, vele szintén 93 óta dolgozom együtt, 30 évesek vagyunk, ez már olyan, mint egy házasság, remélem mindenki jól érti a hallgatók közül, ő rá nagyon sok mindenbe tudok támaszkodni, fantasztikus hangmérnök, producertársam, szerzőtársam, nagyon szeretem azt a
hogy is mondom, határozottságát, amivel engem mindig visszaránt a földre. Tehát amikor én egy bonyolult zenei konstrukciót hozok elé, hogy na mi a véleményed erről, akkor a Lepe mindig a szokásos lakonikus választ, hogy ez nem lakossági. Tehát ő jelzi, hogy ez nem jó úton járok, túl bonyolizáltam a dolgokat. Vagy ha ő csinál egy remixet, most felvettünk egy új dalt, amit már az operaházban szeretnénk játszani, és abból csinált egy remixet, egy szintis remixet, ami az eredeti dalnak a eleganciáját és a felnőttségét jelentősen zárójelbe teszi és átértelmezi, és hihetetlen jó, talán jobban a remix, mint az eredeti dal, amit én is én nagyon szeretem az eredetit is persze. Na és róla mit akartam mondani? Hát onnan kezdtük el, hogy nem vihetsz oda már egy 8 évvel ezelőtti gitárhangzást. Én ezt másképp képzelem. Mi úgy szoktunk elkezdeni keverni, amikor egy újabb sessiont összerakunk, vagy ha masterelünk, hogy berakjuk a Tears for Fears 93-as Elemental című lemezét. És akkor mindig megállapítjuk, hogy ezt a stúdiózást, ezt most kéne abbahagyni, mert de föltehetek egy 71-es Pink Floyd lemezt is az Abbey Roadról. Ebben mondjuk igazad. Ezeknek a lemezeknek a hangzását megközelíteni, ez egy ambíció. Uh-huh. A 35 év zenélés után is. Nyilván ott először is fantasztikus zenészek, nagyon jó szerzemények, jó hangszereken, jó eszközökön, jó eszközökkel, jó komoly emberek vették fel. Tehát ezek nem hogy időtálló, hanem időtlen felvételek. És ezeket nyugodtan, mi legalábbis így lehet, hogy túl öreg srácok vagyunk, és azért így gondolkodunk, elképzelhető, hogy a mai süvölvény zenekaroknak, a Budapest Parkot megtöltő produkcióknak nem nincsenek ilyen előképeik, és nem is hiányzik a sikerhez. Süvölvény? Ezt hát így van, tehát semmi pejoráló nincsen. Ja, jó, oké, rendben. Tehát, hogy ő nekik valószínűleg más. Aha. Az előkép. Én úgy gondolom, hogy ezek a felvételek, a már említett Elemental lemez például, a Tears for Fears-től, ez egy olyan etalon, amit keverés előtt, hogyha fölteszel, akkor két dolgot tudsz elérni. Lehet pozitív hozadéka, hogy valami hú, de jó lenne egyszer ezt megközelíteni, illetve a másik az, hogy most kéne felaprítani a gitárokat láncfűrésszel, egy halomba összerakni a stúdiódvaron, fölgyújtani, talán az épülettel együtt. És elmenni féknek. És a biztosítási pénzt fölnyalva a déltengerekre kihajózni, vagy egy halászhajón munkát vállalni, mert semmi értelme. Tehát egyszerűen nagyon nehéz megközelíteni azoknak a felvételeknek a minőségét. De ez csak egy szubjektív dolog, lehet, hogy másképpen gondolkodik erről. Én annak örülök, hogy eddig még nem a láncfűrészes megoldást választottuk, hanem mind neki álltunk a keverésnek, és hát az talán a legutolsó lemezünk, a 19-es Idősziget volt, nagyon szép sikereket ért el. Arra már azt mondtam, hogy az valahogy úgy szól, ahogy én ezt egész életemben szerettem volna, vagy azokat a mintákat, megszólási mintákat követi, ahogy a nagy elődeink dolgoztak. De végül is nem kaptam választ a kérdésre, hogy ennek a lemeznek, a 30 évvel ezelőtt megjelent lemeznek a sikere közrejátszott-e abban, hogy aztán te végül is Ákos maradtál, nem a Bonanza Banzai. Biztos, hogy közrejátszott akkor is, hogyha én ezt nem így akartam. Mm-hmm. Tehát ezt szeretném elmondani, hogy 1992 az egy nagyon mozgalmas év volt számomra, akkor végeztem az egyetemen, a Bonanza száguldott, megjelent a Bonanza Live Banzai című koncertlemezünk, írtuk az Elmondatott című, talán legfontosabb lemezünknek a dalait, egyfolytában koncerteztünk, én a diplomaírás mellett, meg a végzéssel járó a szigorlatok és vizsgák és egyébek mellett, meg járkáltam a TomTom stúdióba rögzíteni a szóllemezemnek a dalait. De tudták a zenekartagjai, hogy hát ezt megbeszéltük. Én is mondtam nekik, hogy srácok, én úgy gondolom, hogy nagyon kezd ránk szeretni ez a siker, most már sokadik hasonló hangzású albumot adtuk ki, én nagyon élvezem, nagyon örülök neki, de valami újítást kéne, hát tegyünk bele mitől, hárfát, kasztanyettát, akármit, nem tudom, és hát néztek rám, hogy ez teljesen megőrült, hát miért egy ilyen nyerő, bevált módszeren tanul, miért kéne változtatni, az is hangzott, hogy hát nem ezt várják tőlünk a közönség, és akkor ez nagyon fülön csapott engem, hogy hát én nagyon örülök a közönség szeretetének, Isten látja lelkemet, mindig igyekeztem kifejezni a hálámat is ez ügyben, de én nem azért vagyok, hogy egy ilyen előképeknek megfeleljek. Hát én úgy érzem, hogy kreatív ember vagyok, és szeretnék izgalmas, meglepő, számomra is, és a pozitív értelemben meglepő, és a közönség számára is meglepő dolgokat csinálni, és nem gondolom azt, hogy azt is el tudom fogadni, hogy Magyarországon ez egy recept, ugye, hogy működik egy recept, miért kéne azon változtatni? Hát látjuk azt, hogy
vannak emberek, akik egy egész életet ugyanabba a bőrnadrágba sejpegnek végig, és nem a közönséget egyáltalán nincs igénye változni. És ezt akkor ez a mondás, ez a jártutat járatlan. Igen. Sokan ezt követik. Igen, de én ezt legitimnek tartom, és nem nézem le egyáltalán, hogyha az most negatív felhangú volt, akkor most visszaszívom ezt, és nem, tényleg nem akarom megtartani azokat, akik így gondolják, hogy végre elkaptunk valamit, azt megszeret a közönség. És a közönség is az állandóságot szereti. Ezt én nagyon megtanultam. Ugyanakkor én is szerettem sok mindenben az állandóságot, de pont a kreatív munkában nem. És az én sorsomban az az igazi szerencsés kegyelem, hogy én annyi mindenben kipróbálhattam magamat, játszhattam, most nagy szimfoniettal fog bennünket kísérni az operában, kórus is lesz, a műsor első felébe kamaramuzsikálhatunk, a szimfonikus megszólással léphetünk színpadra a műsor második felébe, mondhattam verset, írhattam novellákat, csinálhattam filmet, mindezt azért, hogy mert a közönség figyel. Rám, és abban is elfogadtak ebbe a szerepbe. Nem mondom, hogy könnyen, de sikerült ezekre az utakra elvinni, talán nyilván nem azokat a tömegeket, akik az arénába eljönnek, de a Kaszás Attila telemistere volt mindig, amikor játszottam az Arany János estemet, vagy mondhatnék mást is. Hát, hogy mondjam, tehát én ezt nagyon megbecsülöm, és ez nem általános. Ez, azt is el tudom fogadni, ha valaki ragaszkodik amivel sikere volt, és azt akarja egész életébe csinálni. Én nem. Most lehet mondani, hogy izgága vagyok, vagy mit tudom én, nyughatta, de ez biztos lehet negatívabban is hozzáállni ez a dologhoz. Én úgy gondolnám, hogy az élet a rövid ahhoz, hogy egyféle dolgot csináljunk csak. Arról most nem beszélek, hogy ugyanakkor mindezek a műfajok mélyén ugyanaz az egyfajta energia dolgozik, vagy ezeknek a műfajoknak a kürtőjén tör felszíre az az energia, ami egy nemű, nem is az enyém. Tehát nekem csak uralnom kéne valahogy, és nem is mindig sikerül. Szóval nagyon nagy dolog ez, és én ennek nagyon örülök, de hogy mi volt a kérdésed, és mire válaszoltam ezt a fél órásat, azt most nem tudnám felé. Hát igazából válaszoltál, erre lettem volna kíváncsi, hogy akkor, amikor készült 30 hogy tudtam-e, ezelőtt, hogy felbomlik, nem tudtam. Az érezhető volt-e akkor, hogy tulajdonképpen ez jelentheti a bonanza végét, azt, nem, hogy neked egyáltalán szóló nevezet és szóló sikered lesz. Én úgy gondolom, hogy nem. Először is mindenki legyintett. Jó, van, csináljad, hülye gyerek, úgyhogy kit fog az érdekelni. De ha a mindenki, az azt jelenti, hogy zenekarom belül? Igen. Hát most ezt így nem nekem mondták, de azért el tudom képzelni, hogy ez így elhangzott. És talán igazuk is volt, a lemezgyár se várt ettől sokat, azt gondolták, hogy ha a tized annyi példányba el kell, mint a bonanza lemezek, akkor mindenki boldog, és akkor ki van pipálva. Igen. És hát senki nem várt ettől nagy sikert, én se, a kiadó se, zenekari társaim főleg nem, és hát hogy ebből aztán hogy, hát ez nem tudom megmagyarázni. Talán a Hello című dalnak a hatása, szép klippet csináltunk hozzá, Rohanyi Gábor rendezte, annak idején Improvizi Múzeumban forgattuk, ez egy nagy vállalkozás volt akkor. Ez valahogy eltalált az embereket, tehát közfelkiáltással a Duna jegén szavazták meg a karcolatokat sikerlemeznek, és senki nem várt tőle ilyen példányszámok. Ha érdekel a vélemény, vagy hogy én hogy éltem meg, nyilvánvalóan akkor rockerként a Bonanza Banzája sokat nem jelentett direkt, hogy nehogy véletlenül rá esse, hogy mi nem vagyunk igazi rockerek, mert hallgatunk Bonanzát, és direkt nem hallgattunk. Nem is ismertem a dalokat, persze, hogy nem. Viszont a karcolatokat én oda-vissza hallgattam. Tényleg? Pont azért, mert azt éreztem, hogy valami, ami sokkal közelebb áll az én zenei ízlésemhez, és amit mondtál, hogy hoztál valami olyan meglepőt, amivel én tökre tudtam azonosulni. Én csak meg akartam mutatni magam. Egy sikeres zenekarnak voltam a vezetője, énekese, szövegíró, frontembere, interjúztam állandóan, és úgy gondoltam, hogy tartozom magamnak, meg bocsánat, hogy így gondolom, de a közönségnek is tartoztam azzal, hogy mutassak még, de ne monósítsuk le a palit ennyire. És nem... Én nem úgy gondoltam, hogy most ezt mindjárt... Én a zenekarban akartam megvalósítani a terveimet, de ott nem éreztem, hogy ott nincs erre fogadókészség, és ezt el is fogadtam. Tehát ebben nem most eljátszani azzal a gondolattal, hogy mi lett volna, ha mondjuk a Hello egy Bonanza dal, és ugyanígy szól, akkor a Bonanza rajongók... Nem tudott volna ugyanígy szólni, mert ők teljesen... ott én két... komoly szintissel dolgoztam, Menzel Gabival és Haber Zsoltal. Zsoltnak nagyon klassz szerzői vénája volt elsősorban zenei területen, a többit azt most nem méltatom.
nem is nagyon lehet, de zeneszerzőként én nagyon tisztelem őt, és nagyon jó barátok is voltunk, talán még most is azok vagyunk. Noha én is látom azt, hogy most mi az aktuális, de a lényeg, hogy a zenei irányt azt ők szabták meg. Megegyeztünk ebben, tehát, hogy én is nagyon kedveltem ezt a stílust, de én még más stílusokat is kedveltem. Én úgy vettem észre, hogy akkor, tehát különösen őket meg főleg ez foglalkoztatta. Tehát talán nem törvény túlsó, hogy én mást is akartam csinálni, együtt akartam velük, ők másképp gondolták ezt, és akkor azt mondom, jó, hát akkor megcsinálom másokkal, vagy másképpen. És akkor Dorozsmai Petihez mentem, hogy hát mi van ilyenkor. És akkor azt mondta, hogy hát akkor László Attilát hívjuk, és akkor már szólt, hogy ez innentől történelem a dolog. De olyan eredmény született, amit senki nem várt. Tehát az, nem tudom, már túl van 100 000-en ez a karcolatok eladása, ami azért akkor tájt is egy viszonylag nagyobb dolognak számít. Akkor ugye, akkor még... Tehát ilyen 20, 30, 40, 50 valahogy. Volt arany. Nem tudom, talán 50-nél volt, de nincs. Hát pont emlékszem, hogy 93-ban 25 000-nél volt. Hát én még kaptam 50 000-es arányom ezt a karcolatok után. Azt igen? Tudom, mert a kocsimmal együtt lopták el, úgyhogy azért emlékszem rá. Meg nekünk akkor jelen meg a bűn az élet, a halálom ára dallalabul. Csak 25 000 fogyott be az a közönség, a jelenlegi hallgatók közül mindenki emlékszik ezekre a dolgokra, felejthetetlen is. Tehát a melódiák és minden más tekintetében. Megint meg. Hallalomájra. Megint meg vagyok. Bele tudtam csempészni valahogy. Én örülök, ha segíthetek ebben. Ákossal beszélgetünk. Annak kapcsán kezdtünk el, hogy megjelent a jubileumi kiadása, a 30 évvel ezelőtt megjelent karcolatok albumnak, kicsit ki is van bővítve, most már nem csak A és B, hanem C és D oldal is van ezzel a lemezen, tehát ez egy dupla album lett. De nem akarnám, hogy az egész műsorunk arról szóljon, hogy van ez a lemez, örülünk neki. De annyi nincs is belőle. De közben meg elmegy az időnk, és nem tudunk elegendőt beszélgetni az opera koncertekről. Így kell most már róla beszélni, koncertek, mert kettő lesz. És hát nem árulok el titkot, amikor először láttam, hogy Ákos az operában, akkor azt gondoltam... Ez megőrült nyilvánvalóan. Nem, hanem hogy itt valamiféle olyan hangszerelésben fogjuk hallani a dalokat, ahogy eddig még soha, és talán te is másképp fogod énekelni őket. Hello, 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 hello. De... Újra itt vagyok. Ugye? Gyakoroltam ezt. Most ezt próbálom, hallom. Hát akkor annyit mondanék, hogy idén még 3 előadásunk lesz, a 30 év című koncertből 3 van előttünk, rendkívül energiákat mozgósítva készülünk. Ebből 2 a már elmondott október 28 és 29-i napon a Nemzet Dalszínházában, az Operaházban lesz, és december 16-án az Arénában játsszuk el. Lényegében azt a repertoárt, most így gondolom, ami az operába kerül, de teljesen más szenikai körülmények között, ugye mindenki tudja, hogy az aréna méretei azok egy másfajta produkciót kívánnak meg, úgyhogy ez még egy nagy feladat, hogy fogjuk ezt a dalszínházba optimalizált előadásunkat az arénába elvinni. Nagyon izgalmas feladat lesz, elképesztő látvány ígérkezik. 2 felvonást fogunk játszani a 30 év című műsorában. Az első az egy tulajdonképpen egy színházi felvonásnak is felfogható, vagy úgy szólalnak benne a dalok, mint egy komoly zenei szvitnek a tételei. Remélem, hogy nem idegenítjük el a hallgatókat ezzel. Tehát kamaramuzsikálás van, egy szál zongorázástól jutunk el a komplexebb megszólalásig, olyan veterán muzsikusok is színpadra lépnek velünk, mint Dorozsmai Péter, dobos, és Samu barátom a basszusgitárnál, akik közel 20 esztendeig tiszteltek meg azzal, hogy egy zenekarban játszhattunk, ők a korál ritmus szekciója is egyébként. Egy vonos négyes is velünk lesz, és a egészen magányos versmondástól egy sokkal komplexebb, izgalmasabb megszólásig is eljutunk. Aztán szünetre kiengedjük a nagy érdeműt, mert szükségük is lesz az oxigénre a folytogató első rész után, ahol nem akarok konferálni, ugye aki járt már ilyen akusztikus jubileumi előadásunkon, mondjuk a Andantén, a 40-en, vagy az 50-esen, azok tudják, hogy időnként elszabadult hajóágyúként kezd el sztorizni a művész úr. Az első részben erre nem lesz mód, mert nagyon komplex, és csak a produkcióra koncentráló első fel lesz nekem, ez nagyon kedves a szívemnek, rengeteget dolgoztunk már ezen a héten is
ezekkel a dalokkal is nagyon élvezzük, egy igaz ilyen B, meg C, meg Z oldalas számokat fogunk játszani, tehát aki régebben követi a munkánkat, és emlékszik azon, nem csak a nagyobb slágerekre mondjuk, hanem a lemeznek, a korábbi lemezeink eldugottabb dalaira, és azok nagyon jól fog, talán nosztalgikusan fognak. Hát, hogy titok. Titok. Az nyilván nem az a titok, hogy milyen dalokat játszol, hanem a titok egy dal címe. Hát, most titok, hogy én mire gondoltam. De igen. Tehát figyelj, tehát titok, nem mondhatom el, de a titok című szám például. Miért ilyen pont az opera? Hát most mondja azt, hogy feleségem komoly zenerajongó, és a felújított operába jártunk. És hát tettünk egy óvatos lépést az opera felé, úgyhogy fantasztikus az épület, egészen elképesztő. Azt is el tudom fogadni, hogy kaptam ilyen visszajelzést, hogy mit keresek én ott meg. Még csúnyábbakat is mondtak, egyen-ketten, alapvetően pedig egy nagy, gyönyörű, exkluzív helyszín. Tehát ott csinálunk, nem csak operaeladás van ott, hát én először is ott ismertem meg a feleségemet, mondanám halkan, 1988, november 28-án csörgött a telefonom, és a nő, akinek én csak úgy udvaroltam, de hát persze tisztességesek voltak a szándékaim, de nem is talán annyira komolyak, nem tudom. És akkor azt mondta, hogy hát a édesanyjaiknak van egy bérlete, a operában koncertek is voltak, nem csak opera előadások, és ugye a szülei nem tudnak elmenni, hogy nem mennék el vele a Brahmsra. Mondtam magam, hát a Brahms az nem érdekel, ez a nő, ez azért érdekel. Hát mondom, Brahms, hát ismeri a Brahmsot, hát természetesen. És elmentem. Na most itt halkan mondanám, hogy én a második felvonás alatt elaludtam. De tisztesség, nehesség szólván. Finom ilyen előhangjaként, előjeleként annak, hogy én más műfajokat részesítek előnyben, de már az onnan hazavezető buszúton, a BKV fedélzetén megéreztem azt, hogy itt, tehát a koncert is nagyon jó volt, de a foglalkozásnak a másik szegmense is talán ötten képbe kerülhet. És hát nem ámrándult ki belőled azon nyomban, hogy elaludtál az ő egyik kedvencén. Így is meg lehet fogni a dolgot, de a Roosevelt téren úgy kanyarodott a busz, hogy tehát éreztem, hogy itt nekem feladatom lesz. Még ma este, és életünk első, hát talán nem orról megér rám a Kriszta, így négy gyerek után, hogy elmondom, első csókja akkor csattant el a kapuajban, amikor haza kísértem, és az sok mindent eldöntött. Tehát az operához ilyen személyes emlék is fűz, talán most túl intimpistás volt ez így, de most ez így kibudjant. Szóval miért az opera? Nem pont ezért, de ez is oda köt. Tehát, ha azt mondanád, hogy ezért, akkor talán ez is legitim érv lenne. Elfogadnánk simán. Mit tudnánk más tenni? Hát még valamit, és gyönyörű a hely. Beengedtek oda, és mi igyekszünk méltó előadást. Tehát a helyszínhez méltó előadást vinni, amivel nem vallanak szégyen. Tehát nem az van, hogy noha beengednek oda céges rendezvényt is, meg mást is, és minket is lehet éppen így tekinteni, de azért talán mégsem teljesen műfajidegen ez. Gondoljunk itt arra, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar fog bennünket kísérni, a Pécsi Voice Singers kórus fog énekelni mellettünk, és hát nagyon szép kis műsornak ígérkezik a jubileumhoz. Na, itt akkor már egy is érkeztünk ahhoz a dologhoz, ami engem igazából érdekel, és ilyenkor jön az a rész, amit a hallgatók nem tudom, hogy szeretnek-e, de talán kapnak olyan információkat, amit máshol mások nem. Jön a szakmai rész. Jöhet? Nem tudom, milyen szakma. Én közgazdász vagyok. Okay, más szakmám nincsen, de arról most ne beszéljünk, hogy az mit ér. Ákossal beszélgetek. A szakmai rész az én fejemben úgy néz ki, hogy... De milyen szakma? Cipőfelsőrész készítés? Az. Hogy vannak az Ákos dalok, meg az Ákos koncertek, ja, és igen. Nagyjából megszoktuk, hogy az hogy szól. És nyilván voltak akusztikusabb, meg ilyen, meg olyan koncertek. Meg rockos bulik, meg szintisek, meg mindenféle. De amikor bemész, és beviszed a dalaidat, a produkciódat az operába, akkor nyilvánvalóan nem tudom, mindenféle ládákra bízod a hangzást, hanem az operaháznak az akusztikájára. És mondtad, hogy ilyen szimfonikus zenekar játszik mögötted, olyan kórus fog majd énekelni, nem mindegyikre csíptetnek valószínűleg egy mikrofont, és még lehet, hogy elét sem tesznek egy mikrofont. Mindegyiken mikrofon lesz, meg előtt is mikrofon lesz. Ennek a hangzása az, ami nálam a szakmai rész. Igen. Hát a helyzet az, hogy tervezünk a
győri filharmóniával nagyobb próbákat, éppen ma jártam Győrben is, hosszan beszélgettem a zenekarral, és próbáltam nekik elmondani, hogy arra kérem őket, hogy együtt hozzuk létre ezt az előadást, és hogy emberként tekintsünk egymásra, és ne egy munkának tekintsék, hanem itt ez nem egy olyan, hogy mondjam, nem ragaszkodunk annyira a kottához, mint egy klasszikus mű esetében, hanem nagyon fontos számomra, hogy ők részeseivé legyenek a produkciónak, és ne csak egy megbízatásként tekintsenek rá. És úgy éreztem a tekintetekből, hogy jól értjük egymást. Ott például szeretnénk egy félig meddig nyilvános főpróbát csinálni Győrbe, Picike Richter teremben, amit most sokadik szemlére is lenyűgözött a fantasztikus akusztikája, ami arra van kitalálva, noha mozi volt korábban, hogy egy akusztikusan megszólaljon ott egy nagy filharmonikus zenekar. Mindenféle hangosítás nélkül. Mindenféle hangosítás nélkül, és hát itt rengeteg elemet kell összehozni, tehát kevert hangot kell a színpadról kiadjunk. Ugye szól, most amikor legtöbben vagyunk a színpadon, akkor egy kórus van ott, az legalább 18-20 fő, egy viszonylag csökkent szimfonietta, tehát nem teljes létszámban föllépő szimfonikus zenekar, hanem egy nem kamaraméretű, de egy hány fő mondjuk 18-20 fős szimfonietta, és 5-6-7 játszó személy a rockbandában, most így mondom. Tehát ezt akusztikusan összerakni lehetetlen. Ha csak arra gondolok, hogy a Sándor dobol, most értem, hogy plexi karámot teszünk köré, meg valószínűleg egy zablát is a szájába, de hát ha ő elkezdi csépelni a dobjait... Hát igen, nem az a dugról, hogy téged beengedtek az operába, hanem hogy a bánfalmi. Ugye Sanyi is. Igen. Ha mondták, hogy majd kell egy olyan ruhát adni, mint a Pulp Fictionben volt a bénán, és egy láncon kell majd bevezetni, de most itt röhögünk, de a Sanyi is a legjobb emberek egyik, akivel valaha találkoztam, egy fantasztikus zenész. Hát ő a rock világából jön, tehát ő igazából nem tud halkan dobolni, tehát ezt majd valahogy meg kell, ő a második műsor részben ő dobol, és majd azt valahogy meg kell oldani, hogy jól illeszkedjen. De hát ő annak idején 2003-ban az Andante című műsorban is játszott nálam, és fantasztikus a muzsikát akkor is. Nagyon szeretem. Ott őt is keveredtek, ugye, a komoly zenészek. Igen, ott is volt már 10 fős vonóskarral turnéztunk, aztán nagyon izgalmas műsor volt az, és sokan nagyon szeretik, sőt, kiemelten szeretik valamiért az Andantének a világát. Ez talán ehhez fog a leginkább hasonlítani. Azt én is szerettem, azt mindig mondom is neked, hogy az Ölej meg újra az egyik kedvenc dalom. És az abban a verzióban. Noha az a felvétel az úgy készült, hogy én éppen 41 fokos lázzal ültem a színpadon, és a üzemorvos a kongresszusi központban azt mondta, hogy uram, 4 előadásom volt szombat-vasárnap, mert délután este, délután este a BKK tele volt. Igen. És mondta, hogy uram, ebbe az állapotban maga nem mehet fel a színpadra. Mondom, doktor úr, maga nagyon fog csodálkozni. A kötelesség tudat az ki. És úgy került rögzítésre az Andante koncertfilm és az Andante koncertlemez is, hogy nem enyhén nazálisan zümmög az Ákos művész úr rajta, amely el akart állulni. Jó, de... ez már magyarázkodás, jó. Jó, hát ez erre fog jó. Hát ez olyan, mint az Omegának az eső, hogy milyen jó. Ahhoz képest nem lett rossz egyébként. Ott is nagyon-nagyon fantasztikus zenész gárda volt. És nagyon élveztem azt a most ilyen hangulat van. Tehát kicsit visszafiatalodtunk. Az pont 20 éve volt a jó ég. 20 évet. Brutál, nem? Nagyon. Megy az idő. Szóval azt akarom csak mondani, hogy akusztikus elemekből egy komplex hangzást fogunk létrehozni. Tehát a lényeg az, hogy a te hagyományos zenekarod, tehát nem torokból fogom megoldani, hogy a kakasülő tetején is hallják. Tehát akikkel rendszeresen találkozik Ákos koncerten a közönség, ők most ugyanúgy ott lesznek veled, ha nem is minden hát azt nem tudom, csak remélem, igen. Csak kiegészültök további komoly zenészekkel. Ja, hogy a muzsikusokat mondod, én a közönségre gondoltam. Nem, én a zenekarodra, ez igen. Így, szóval az is jó, hogy ez a műsor sem egyfajta szint mutat fel. Hát az első felvonásban kamarazenélést is lehet. Sőt, egy vers is belefér. Tehát eljön egy Ürge, egyedül a színpad, és elmond egy verset. És az te leszel, az az Ürge? Attól tartok. Hát az van kiírva, nem nagyon lehet más, hogy ami arról szól, hogy mi ez a felnőtté válás. Attól
fartok. Imádom ezeket a szólásokat. Hát attól, hogy nem. Hát figyelj, lehet, hogy egy tisztességes színész mellettet volna kérni Ákos művész úr, de van két vers, amit nagyon ideillőnek érzek. Én versmondó vagyok kölykorom óta, a közönségünk egy része talán ezt így tudja rólam. Ugye volt annak idején egy Arany János est is, amit a Nemzeti Színházban mutattunk be, és aztán ott 60 előadáson beleszerte minden. Hát egyszer meg lehet nézni, hát egyszer majdnem egészségügyi határértéken belül van. És hát ezt a hagyományt folytatva van, na, tehát a versmondás is része az én 30 esztendőnek. Hát az a cím, hogy 30 év. Na de 30 esztendőbe, és akkor most itt konkrétan már a repertoárra kérdezek rá, hogy nem csak a 30 évvel ezelőtt megjelent Karcolatok lemezt hozod az operában, hanem az elmúlt 30 év dalait mindenféle korszakodból. Lehet mondani, igen. Hát az én nem merek korszakokba gondolkozni, amikor a saját munkámra nézek, de sok lemez, talán nincs is olyan lemez, amiről nem szólal meg dal, ezt most nem tudom, mert ilyen ésszel még nem gondoltam még a repertoárt. Elképesztő ilyen, hogy mondják, ezt nincs jobb szó rá, egyvelegek születnek, tehát olyan dalok kerülnek egymás mellé, egy konstrukcióba forrasztva, amelyek teljesen különböző indítatással, különböző hangszerelésekkel, különböző korokban néha egymástól 10-20 évvel különbséggel születtek meg, és mégis valami hasonló szólnak, ez nem csak zenei konstrukcióként illeszkednek egymáshoz, hanem amiről szó van. Aha. És éppen most beszélgettem Juhász Viktorral, aki a filmemnek az operatőre volt, és aki a videós munkákat csinálja a produkciónk körül, most már szintén nagyon hosszú ideje, és ő nagyon szoros figyelme követi ezt a munkát, és ő mondta azt, hogy figyelj, olyanok ezek a szövegek, hogy márhol szólnak a 20 meg régebb, 20 évesnél is régebbi dalok, és hogy most tök mást jelentenek, vagy még gazdagabbak, és így, ahogy így egymásba fűződnek. Most mondok egy példát, nem mondok példát. De mondj példát. Basszus, majdnem mondtam egy példát. Hát és? Hát akkor jó, akkor elmondok egyet, hogy... Figyelj, eladtad az összes jegyet, hát most De viszont mégis szeretnék meglepetést szerezni a közönségnek. Nem fognak ott maradni, ha mondasz egy példát. Akkor, ott van a Felemel című dalunk, ami talán az utóbbi idők legnagyobb sikere, az apaságról, fiúságélményéről szól, veszteségről, meg arról, hogy felelősség, ilyesmi, nem tudom, hogy erről szólhat-e pop, de ez szerintem erről is szól. Lehet, hogy másról kéne. Nem látom a szürke fát. Na mindegy. És és van az első szólemezemen, a Karcolatokon, aminek most az újrakiadása fölött beszélgetünk, azon meg van egy ilyen, ahogy egy 25 éves ember elképzelte a végességet, a Minden élet című dal, aminek az a refrénje, talán ez így vicces is, vagy a túlzó, vagy egy nagyra törekvőnek hallatszik, hogy minden élet vége halál, minden, ami nincsen, még életre vár. És a Felemelben meg az elmúlás is benne van. És amikor a minden élet vége halál, és a Felemelnek az a része, hogy ha az élők alusznak, éberek a halottak, ez valahogy úgy rímel egymásra, úgy zeneileg is, meg szövegileg is, hogy bennünket is mozgat, megérint, amiközben játszuk, meg amikor erről gondolkodunk. Hogy ezt sikerül-e a közönségből is ezt a reakciót kisimogatni, kiszeretni, azt nem tudom. De úgy érzem, hogy a záloga, vagy a előfeltétele annak, hogy ez másokra is hasson, az az, hogy ránk hat, amit csinál. Hát meg ahogy az elején elmondtad, hogy nem feltétlenül mindig a... Tehát örülsz annak, hogyha a közönség jól érzi magát, de nem az ő visszajelzésükért csinálod. Nagyon fontos a közönség visszajelzése. Ez ebben a műfajban ez eminensen fontos. De ez nem azt jelenti, hogy ezért olyan strukturális kompromisszumokat kell vállalni. Tehát én nem szeretnék így élni. Én szerző vagyok, és szeretnék, ha kell, akkor így mondom, hogy kockázatot is szeretnék vállalni. Kockázat, én nem a tutira menés, ez nem szeretem. Ellenfél nélkül, ha csak önmagad is, hogy vagy kihívás, vagy a feladat, most az ellenfelet ilyen tágabb értelemben, idézőjelek között értve. Tehát itt mi most 30 év címmel eljátszhatnánk azt, amit szoktunk.
vagy nem tudom, amit könnyebben jön. Itt tornázni kell, itt lábujjhegyen kell tipegni, hogy elérjük a felső polcot, azt, ahova, ahova ezt a feladatot nekünk föl kell rakni, hogy ezt a hülye hasonlatot használjam. És olyan jó érzés, hogy basszus, nehéz. Van tök más hangnembe játszunk dolgokat. Összekötjük ezt a számot azzal, mivel soha nem volt még együtt. Hirtelen új jelentésekkel gazdagodik van, és tehát van olyan, hogy te, mint énekes, tudod jól, hogy miről beszélek, hogy van izommemória. Amikor egyszerűen egy motivumot meghallasz, tudod, hogy melyik dalotok az, és egyből az adott hangnembe kezded el énekelni. Igen, csak már tök máshol van. Hát össze is röhögtünk, hogy én az eredeti hangnemben énekeltem a tök új hangnemű az egyik legnehezebb intróra, és újra kell... Úgyhogy ráadásul énekled évtizeded óta. Képzeld el, hogy újra kell tanulni azt, amit már ezerszer nem hogy tudtál, hanem a lényednek a része. És újra kell tanulni. Tudod, milyen jó ez? Figyelmedet ébren tartja. Állandóan frappírozott állapotban vagy, készülni kell. És a próbán sok ötlet ott vetődik fel, de alapvetően a próbán már tudni kell a számokat. Tehát figyelj, hihetetlen jó játék ez. Aki nem muzsikál, talán az is bele tud ebbe érezni. Tehát annyi minden ötlet sűrűsödik most ebben, és a 4 próbán vagyunk túl. 4 darab próbán. 5 hétig fogunk próbálni. De nem tudom, hogy fog sikerülni, és hát persze nyilván kéri az ember a légi segítséget, meg reménykedik, hogy jó fog sikerülni. De készülni kell, a készülés nélkül olyan nincs, hogy úgy van szerencséd, meg sikered, hogy véletlenül. Én biztos vagyok benne, hogy nem úgy fogtok kiállni, hogy hát figyelj, nem lettünk kész, de itt van a műsor, tehát ilyen azért nem lesz. Még nem volt ilyen, de még lehet, és ez most nagyon nagy falat. Főleg úgy, hogy az ország 3 pontjából kell 3 különböző formációt összesimogatni egy előadáshoz. Én azt is elárulom, hogy nagyon nagy megtiszteltetés ilyen komoly muzsikusokkal játszani, és tényleg nagyon élvezem. Én ebben a műsorban a kicsi részt szeretem a legjobban most. A próbák elején járunk. Az első felvonásnak azokat a icipici dolgait, a verset, az 100 zongorával elzöngicsélt valamit, azt, amikor bejönnek az öregek, és hirtelen megmoczan egy ilyen belső mozgással lesz a dinamikája, nem csak a zenének, hanem a színpadi történésnek is, egy kis vonos 4-es csatlakozik hozzánk, hát olyanokat írt Balási Szabi hangszereli a vonosokat, fantasztikus zongorista is, nagyon szeretem őt, kórusvezető, ő vezeti a Voicingers kórust, és olyan odaadással, alázattal készül, és minden próbán jegyzetel, és nincs olyan próba, hogy valami változtatást persze vonós hangszerelésen a dalszerkezetek ennek kellene csinálni, és ez a Pali többet jegyzetel, mint zongorázik, mert állandóan jönnek az ötletek. Igazából nem tudom, hogy itt a rádióhallgatók számára ezt a lelkesedést, talán visszatetsző is lehet, hogy itt bugyarászik a csávó, de én annyira élvezem, 35 éve csinálom ezt, de ez megunhatatlan ez a része, amikor rajtad keresztül vergődik a létre valami, egy ötlet, ez egy fantasztikus dolog, hogy ott lehet benne. Simán. Én ezt gondolom. És tudom, hogy hát ez sok visszajelzést kapunk, és tudom, hogy nagyon sokan nagyon várják ezt a dolgot, és ez értékelik azért, hogy nem úgy oda csapunk rutinból valamit. Nem szeretek rutinból játszani, nem jó. Ezzel kapcsolatosan van még egy kérdésem, úgyhogy van jó, még hát egy körünk. Elnézést kérek a hallgatóktól. Nagyon hosszú nap után vagyok, hajnalig a gép előtt ültem a próba után, mert kedves feladatokkal engem is megkínáltak a zenésztársaim, Győrbe rohangáltam, hogy a félharmonikusokat is lángra gyújtsam, épp hogy visszaértem a próbára, és most próba után vagyok, én gyakorlatilag 4 kézláb vagyok, itt nem látják a nézők, hogy hát én már idős ember vagyok, én már nem bírom ezt a de elképzelnek, hogy te 4 kézláb is, én így faggatok. Igen, kedves dolog, hát ma már ez nem probléma, Csabika. Ákossal beszélgetünk, a legérdekesebb abban, hogy te bemész az operába és adsz 2 koncertet, hogy az egyik koncertre, amit összeraksz, az működik majd másnap. Nyilván nem fogsz változtatni. Hát remélem. A második koncertre. És aztán a föld nyelvvel ugyanezt a koncertet egy teljesen másfajta hangzással és látványvilággal majd beviszed az arénába. Nem is ugyanez a koncert lesz. De régebben, amikor mondjuk csináltál aréna koncerteket, akkor az oda összeállított műsor és az oda kitalált színpadkép, az összes vetítése minden együtt, talán turnézt adható volt, ha nem is akkor hát a formában. Abban méretben nem, persze. De valami hasonló kisebb méretben a kisebb színpadokra. Igen. Ezt az operás bulit, ezt el lehet-e vinni bárhova? Ezt meg lehet-e turnéztatni? Van-e az országban még hely, ahol ezt be lehet mutatni, ahol ezt le lehet játszani? Figyelj!
mindig olvasom, hogy én milyen vagyok, nagyon érdekes dolgokat lehet olvasni, és ugye üzletember vagyok, ezt is mindig ezt próbálják, de egy negatív kontextusban próbálják. Hát az lehet, de akkor rosszabb üzletember vagyok, mint bárki más, aki ezzel foglalkozik. Ugyanis én már azt tervezem, hogy milyen jó lenne ezt, ha jól sikerülne mondjuk az első opera, és akkor mondjuk abból következően talán másnap se lenne rossz, és akkor mondjuk van ez a december 16 aréna, ahol meg egy brutális méretekbe kell egy hasonló, intim alapokon induló muzsikálást, aztán ott nem szimfoniáta lesz az arénában. Ott alsó hangon 40-50 ember lesz a szimfonikus zenekar, és a kórus se 20 ember föl fog állni, mint az operában, hanem inkább 40-ből. Ugye hát ott a méretek is kívánják ezt, a brutális látvány lesz. Tehát olyan, hogy lehet, hogy hasonló, vagy ugyanaz a repertoárt játsszuk majd, de a látvány az egy teljesen más koncerté fogja tenni. Na de én, tudod, az a baj, hogy engem mindig a következő dolgok foglalkoztatnak, és most már nagyon szépen készülünk, gyönyörűen alakul a műsor, rengeteg munkát igényel még, de én már kicsit azért 2024-ben vagyok, én úgy nagyjából decemberig be vagyok osztva. Fiák Krisztával... 2024 decemberig? Így érted? Nem nagy képviskedni akartam, tudom, hogy a Pavarottinak mikor meghalt, akkor 6 évre tele volt a naptárja, nekem nincs 6 évre tele a naptáron, de azért 24 végéig azért látunk sok mindent, izgalmas dolgokat. Szép feladatokat, talán egy új lemezt is, azt még nem tudom, hogy ezt mikor fogom megcsinálni, de mondjuk tavasszal már az egy ambícióm, hogyha ez jól sikerülne, mondjuk ez az akusztikus vállalkozást, hogy egy picit visszamedszett méretekbe el lehetne vinni. Ugye hát nekünk vannak ilyen, talán nem túlzás azt mondani, hogy bejáratott helyeink, ahova az akusztikus előadásainkat, amikor időnként, 5-10 évenként vannak ilyenek, akkor elvisszük. Ilyen a Költségközpont Debrecenben, ilyen a Kodály Központ Pécsett, ami egy ilyen kis műpa. Ezek pici helyek, ahol hát mondjuk nem a rentabilitás mozgatja a mozgató, nem ez a fő mozgatórugója az előadásnak, és akkor talán jövő tavasszal egy ilyesmit el lehet képzelni, de ez még azért nem merek erről beszélni, mert először létre kell hozni ezt az előadást, nincs még meg, aztán sikerre kell vinni, ez egyáltalán nem garantál. De várjál, akkor viszont ezt fogalmazzuk már meg, hogy sikerre kell vinni, hát két teltházas koncert biztosan lesz. Hát apa, de nem tudják, hogy mit kapnak. Tehát a bizalmi alapon vásároltak jegyet, hogy eddig még ez az űrge, talán nem tudom, hát remélem, hogy azt gondolják, hogy nem vert át minket, 35 éve nézzük a dolgait, hát olyan, amilyen, de mondjuk úgy valamelyik nap kérdeztek tőlem, hogy én nem tudom, már lehet, hogy már szeretnének elföldelni, hogy akarom, hogy emlékezzenek rám. Hát mondtam, hogy én egy pár ember emlékszem, hogy meg tudok elégedni, olyan emberként, mint aki tisztességes munkát akart kérni a kezéből. Na most, aki mondjuk kedveli az én produkcióimat, még nem is úgy fogalmazom, a dalaimat, vagy engem, vagy a gondolataimat, az nyilván azért azt látja, hogy lehet bírálni természetesen, mint minden más, de azt nehéz eltagadni, hogy mondjuk sok munka van benne, hogy az űrge beleteszi az energiát. Én azt hiszem, hogy ez talán nem eltagadható. És azt hiszem, hogy itt ez egy nagy bizalom, hogy az emberek elővételben megvettek egy jegyet, egy olyan előadásra, amire én is csak nagyon keveset tudok, és ők meg nyilván még kevesebbet természetszerűen. Jó, csak ebben benne van az, hogy te az elmúlt 30 évben, ahogy elmesélted, hogy hogy dolgozol, hogy szeretsz meglepetéseket okozni. Meg volt is már a példa talán. És hogy az állandóság, ha van a te munkáidban, akkor az a minőség. Hát én ezt nem mondtam. Ezt én mondom, ezt én teszem hozzá. Én nem tudom, az állandóság az, hogy szeretnénk, hogy célokat tűzünk ki, és szeretnénk elérni. Ez nem mindig sikerül egyébként maradéktalanul. De annak idején, mikor a feleséget megismertem, a egyetemisták voltunk mind a ketten, és tolmácsoltunk amerikai utazási ügynökségeknek az emberei, meg mit autókölcsönző tulajdonosok, meg ilyen emberek jártak Budapesten, és még nekik tolmácsoltunk. És volt egy ír bácsi, akinek egy autókölcsönző, azt hiszem a legnagyobb írországi autókölcsönzője volt, akkor még nem multinacionális vállalatok uralták a minden területet, mármint ezen a téren, és akkor már nem is tudom, hogy én kértem tőle, hogy mondjon már valami nagy életbölcsességet, vagy csak úgy megosztotta velem, viszonylag jó viszonyba kerültünk. Igen, idős volt, 90 környékén járt már az öreg, és azt mondta, hogy egy tanácsot adok neked az életre, Ákoskám, think big. Hogy vágyj nagy dolgokra, vagy gondolj nagyot. Hogy azt mondta, hogy az ember soha nem éri el az álmait, soha. Az álmoknak ez a természetrajza, hogy elérhetetlen. De ha
az ember nagyon nagyot álmodik, akkor ugye magasra tesszük a lécet, lehet fölugrasz, levered, de magasabbra ugrottál, mint hogyha egy reális helyre tetted volna. És ezt úgy nem egy olyan nagy életbölcsesség, de az engem elkísért, hogy milyen jó ilyen nagy terveket szövögetni. Én nem mondom azt, hogy sokszor volt már szerencsénk is, meg kegyelem is, hogy sikerült, elértük, én elégedett még soha az életben nem voltam, ezt be kell valljam, mert nem ilyen tervezhető ember vagyok. Tehát, hogyha jól sikerül valami, én nem nagyon szeretem ezt, hogy lapogatjuk egymás hátát, hogy fú, de jó volt át, meg főleg én, hanem hogy azt keresem, hogy mind lehetne javítani. Tehát, amikor megadja a sors, vagy a közönség, hogy mondjuk dupla arénát csinálhatunk, hát az első aréna, amikor lemegy, akkor mindig mondom, hogy főtisztek hozzám a parancsnoki sátorba, és akkor jönnek a műszaki emberek, és azt beszélünk. Most arról ne beszéljünk, hogy mi volt jó, mert azért készültünk, hogy jó legyen, hanem azt beszéljük meg, hogy holnapra mi az, amit még nincs is szólt. Előadás közben, miközben koncertezel, tehát gitározol, énekelsz, tehát figyelned kell. Szorványosan. A tempóra, a darra, a dalszövegre, arra is tudsz figyelni, hogy hol hibázott a műszak. Hidd el, hogy én nem keresem a hibát, de az észreveszem. De az észreveszem. Hát dolgom is ez. Most ez, én nem tartom ezt egy nagyon multifunkciós dolognak. Hát én ebbe élek, nekem ez az... Tehát nekem még azt is nehéz észrevenni, a mellé jut a dobos. Jó, de hát az abstinencia sok mindenben segít. Az abstinencia sokban segíthet, tehát hogyha az ember a koncentrációt meg akarja előzni, vagy meg akarja őrizni. Na, szóval csak azt akarom mondani, hogy nem keresem a hibát, nem, de automatikusan ugye, mert az ember eltervez valamit, és a próbál a saját hibámat utálom a legjobban, azért tegyük hozzá. Tehát, hogy az, hogy nem villant föl egy lámpa, az sokkal kevésbé idegesít, mint hogyha egyszerűen vannak olyan dolgok, amit egyszerűen nem a saját mércét szerint tudsz teljesíteni. Hát ez rohadtól tudja bántani az ember. Erre most mondj egy példát, hogy... Hát mit van ilyen, hogy kiesik a szöveg a szájából az embernek? Hát hiába készültél hetekig, tudod, te írtad, az én írtam a szöveget, tudom, hogy mi. És van olyan, hogy érzem, hogy lukra fogok futni. Tehát mert arra figyelsz, hogy felvillan az a lámpa, de hogy figyelj, nem, apa, én akkor már görcsbe vagyok, mert tudom, hogy jön, van egy sor, ami nem lesz meg. Aha. Tudod, az ilyen rossz. Nincs súgógéped? Én nem használok. Ilyeneket. Van, igen, de milyen koncert, amikor vendég voltam, akkor láttam, hogy az okos, profi és praktikus emberek súgógéppel dolgoznak. És még hányan, igen. Én egyszer dolgoztam így, amikor a nagyon megtisztelő meghívást kaptam Presser Gábortól 2008-ban a Magyar Dal napjára. Azt mondta nekem, képzeld el, hogy nagyon büszke vagyok, hogy nélküled nem lenne teljes, azt mondta. De jó. És ez nekem annyira jól esett, hogy rögtön mondtam, hogy akkor viszont egy LGT dalt szeretnék elénekelni veled, ha lehet, és ebből lett a Gondolj rám. És a Gondolj rám mellett még a Vármíg fel kell majd a napot is énekeltük. Ugye ennek az egész a Pici bácsi által kitalált koncepciónak az volt a lényege, hogy egymás dalait játsszuk, és ezzel, hogy is mondjam, csak megtiszteljük egymást, emberszámba vesszük a másik szerzői munkáját is, és ezeket a dalokat nagyon szerettem, mert a Gondolj rám, ott az 12 évesen a Loksi lemezt, a Suprafon csehszlovák lemezjátszóra felhelyezve hallgattam, és a Barázdák közé potyogtak a könnyeim, fantasztikus lemeznek tartom. A Gondolj rám az egy méltatlanul elfeledett szám volt, vagy mondjuk is nem is egy sikerszámnak készült, és én nagyon szeretem ezt a dalt. És úgy láttam, hogy őt is megindítja az, hogy ezt esetleg együtt játsszuk el, meg is történt. És ott volt súgógép. De ott például azért kellett súgógép, mert én bevallom, hogy nagyon szeretem a Vármíg fel kell majd a nap című dalt, de Tolsztói hosszúságú a szöveg, nem tudom hány strófa van, és ilyen furcsán variálódó, fonódó sorok vannak benne, és nem akartam elrontani a szöveget. Hasonló sorok az elegnél. Igen, de egyébként a helyzet az, hogy azon a koncert mindenki használt súgógépet, hiszen mindenki másnak a dalait énekelte. Ez nem, egyáltalán nem szégyen, abszolút, szerintem. Abszolút. És sokszor látom, hogy használnak előadásokon, és ezt nem tartom egy rossz dolognak. A mi műfajunk úgy gondolom, ez idegen, én meg ráadásul szövegíró vagyok, tehát az illene a saját szövegeket. És nem is talán a közönség is megerősítheti, ezt nem tudom, én úgy emlékszem, hogy sok ilyen baki nem volt, de amikor ilyen van, akkor az például tud bosszantani, piszkosul, elégedetlen vagyok magammal. De ez például a közönség,
a hibákat hát imádja, imádja, mert a közösség azt mondja, hogy jé, de emberi. És te, még, mégse plébe. Tehát emlék, na most hát arról nem is beszélve, hogy szoktam mondani, hogy a mi sikerünk titka az a fizetett közönség és a playback technika intenzív használata. Tehát emlékszem, hogy volt olyan, hogy amikor Haber Zsoltival játszottunk talán 2015-ben az arénában, és a Barátom című számot, egy régi Bonhoeffer számot akusztikus gitárral játszottam, és gyerekek, kiesett a nota a kezemből, és újra kellett kezdeni. És mondtam, hogy gyerekek, ne haragudjatok, de olyan megindító ez a helyzet, hogy régi zenésztársammal újra a kettesbe állunk, akkor egy ilyen kis kamara jellegű dolog volt, kettesben a színpadon, és hát ezt azt hiszem, hogy 30 éve nem játszottak ezt a számot, úgyhogy most újra kezdjük. És ezt imádták, hogy milyen emberi. Szóval a közönség szeretete azért át tud ilyen kátyukon is lendíteni. Ja, a legjobb pillanatban fogjuk abba hagyni, amikor a saját hibáidról beszélsz, jó? De nem beszélhetnénk esetleg a te hibáidról, Csaba, mert azt hiszem, hogy azzal meg tudnánk tölteni egy hosszabb ilyen magazin műsort is. Pont lejárt és hidd el, óriási érdeklődés övezni. Pont lejárt az időnk a francba. Legközelebb, ha összefog, csak erről beszélünk. De sajnálod. Az én hibáimat mind ismerik, hát hallgatnak. Én azért biztos tudnék olyasmit is mondani. Na mindegy. Majd legközelebb jössz és mondod. Azt gondolom, hogy szinte minden lényeges dolgot megbeszéltünk. Karcolatok, jubileumi kiadás, újrakiadás, dupla LP-n, nem vinilen, nem bakeriten, hanem vinilen dupla LP-n, és október 28-29 az Operában, Ákos december 16-án meg december az 16-án aréna. Az összes többit meg megbeszéljük legközelebb. Adja az ész. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem meg. Ákos, köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm a meghívást. Sziasztok. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.